Ő Martin Lee Druitt. Egyelőre nem sikerül meggyorsítani, ezért fiúk, a játékautomaták a tisztasága mániája. Egyelőre várnotok kell. Egyenesen Wisconsinból hozatja a tisztálkodó szereit. Mellesleg ő az egyik szobatársa, úgyhogy az ön helyében meggondolnám, hogy ne kössem-e föl magam. Uram, nem hinném, hogy azokat a lemezeket használni tudná, ezért aztán kiválogattunk egy párat, kimondottan azzal a célra, hogy... Na, öregem, szevasz! Alig vártam, hogy megismerjenek. Figyelj, tégy egy szívességet, tudnál most mondani valami vicceset? Erősen kétlen. Jó válasz. Azonos hullámoszon vagyunk. Hadd kérdezzek tőled valamit. Miben rejlik Joey Bishop vont ereje? Pedig nincs is humora. Én tudom, mi a humor, de annak az alaknak nincs humora. Félre ne érts, kedves fickónak tartom, de az apám is az. Ugyanakkor neki sincs humora. A Joey Bishop bárcsak megvilágítana az agyam valaki. Különben közlöm, hogy még 10 másodperced van. 9, 8, 7, 6... Hey, remélem tetszett ez a kis New York-i sláger előzetes. És most üdvözöljük a Krétáról egyenesen hozzánk érkezett bársonyos hangú lemezlovast, Ilja Kronauer! Jó reggelt, Vietnam! Ez nem a normál zenei hang, hanem jön egy rock'n'roll ébresztő fiúk a Deltától a Hátországig. Rám ismertek? Vagy ez egy Elvis Presley film lesz? Viva Danang! Oh, viva Danang! Danang-lám, Danang-lám! Magam egy kötélre úgy felhúznám! Hé, túl korainak találjátok így urdítani? Hé, túl késő! 6:00 van! Minek az a sok nulla, hogy a dupla nullák is értsék? Erről jut eszembe, hogy bírjátok azt a fafejű Mártit? Amúgy hálás köz a bársonyos hangért! Peggy Lee hozzám képes. Smirgli! Na de a smirgizéstől mindenki csak irányba, ideg pedig megtalálom. Mi a fenét akar ezzel mondani? Így aztán inkább nem tudom, hadd nagyúr, talán csak az, hogy jó reggelt, Vietnám. És ki adott rá nekik engedélyt, hogy modern zenét játszanak? Hát Freddy és az álmodozók! Rossz a sebesség, de zúgó fejű másnaposoknak ez fülbe mászó dallam lehet. Próbáljuk meg normál tempóban, majd pörgessük fel egy kicsit, hát attól jobb lesz. Álljunk hát 78-as sebességre, és akkor azt halljuk, hogy a pilóták azt mondják, csíptem az elé, de csíptem az elé, de csíptem az elé, de no, pedig ez így itt foték. De van egy ötletem, próbáljuk ki. Ha visszafelé játszunk, hát a jobb sül ki belőle. Gödrödje ider, Freddy egy ördög, gödrödje ider, Freddy egy ördög. Na, képzeljetek magatok elé egy férfit, aki elutazik az itt a háta mögé, Krétáról jött és belépett a demilitarizált övezetbe. Hey! Télalaj! Télalaj! Bum! Jól van! Mi az a demilitarizált övezet? Mi az a rendőri akció? Úgy hangzik, mintha Brooklyn is alul kerülnének összetűzésben a női nemmel, de bármi legyen is tuti, hogy jobban feldob, mint egy csésze dögerős cappuccino. Persze ez a demilitarizált övezet Ósz birodalmában is lehetne. Jaj, ne oda menj be! Ó, mi jó! Ó, Simény! Jaj, nézd csak! Saigonban értünk földet, sárga törpék közé keveredtünk. Mi vagyunk a Vietcong, a Vietcong! Jaj, ne! Kövesd be, Ó, Simény utat! Kövesd be, Ó, Simény utat! Most elkaplak, kedvesem! Ja Istenem, ez az északi boszorkány, a Hanui, Hanua! Na, kis katonák, vesszetek a totókutyussal együtt! Adrien, Adrien, jaj, mit csinálsz, Adrien? Hanna, te céd, a profi tutajos vagy a titanik mégis elsüllyed, azonnal hagyd abba! Na ne, ne csináld, hallod! Mint a válaszi vicces, tisztán olyan, mint az egyik Marx szívé. Mégis melyik Marxra gondol közben? Carla? Mert hogy ez egyáltalán nem biztos. Karl Marx, az a kalapos? Hajpajtás, hogy hívnak? Roosevelt a nevem, Roosevelt! Te, Roosevelt, melyik városban szolgálsz? Az állomás helyen Pinakong! Érdekes hely lehet, na és mi az idő arra felé? Meleg van, rohadt meleg, kurva meleg! Főleg itt a gatyámban főzni lehetne benne, ezt hívják gacsarohasztó melegnek! Na és milyen érzés? Hülye, melegem van, mondtam már! Olvasd ki a füldugódat, kurva meleg van! Süldve lambok röpködnek, olyan meleg! Már a narancsini guruk is tűzbe jöttek, kapizsgálod már, milyen meleg lehet? Na és mit ígérnek, milyen lesz az este? Forró és nedves, ami baba, ha nővel vagy, de a dzsungelben kibaszás! Köszi, Roosevelt! És most hálából lejátszom neked egy számot. Nincs hová elfutnom, énekli Márta és a Vandellák. Igen, elhallgatok végre. Túl erős voltam? Mártikes? A bársonyos hang jó labda volt, le is ütöttem. Na most már elmehetsz. Adjunk neki egy kis kakaót, hadd mulassanak.